Sokan várták május végén a miniszterelnököt és a köztársasági elnököt a parlamentben. Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének az államtitkári kinevezésekről hozott határozatát. Pedig csak a miniszterek és az államtitkárok voltak a Nándor-Fehérvár teremben, így viszonylag gyorsan lezajlott a ceremónia, de máshol folytatódott. Legyen szívesek átfáradni a 37-es terembe, ahol a közigazgatási államtitkárok kinevezésére és ünnepélyes esküdőkre került sor. Másik terem, újabb teltház. A közigazgatási államtitkárokkal sem volt vége a sornak. Ez már megint egy másik terem. Miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár urak kinevezési okiratainak átadására és ünnepélyes eskütételére kerül sor. Itt is államtitkárok tettek esküt, a helyetteseik viszont már nem fértek be. A negyedik Orbán kormányban ugyanis a miniszterelnök mellett 13 miniszter és 66 államtitkár kapott megbízást, melléjük pedig összesen 117 helyettes államtitkárt neveztek ki, azaz a helyettes államtitkárokkal együtt 196 fős apparátust vezet Orbán Viktor a híradó összesítése szerint. 2010-ben még csak 8 rendes és egy tárca nélküli miniszterből és 42 államtitkárból állt Orbán Viktor kormánya. 2014-ben pedig 10 miniszterrel indult a ciklusnak a miniszterelnök. A végére 13 miniszter, 57 államtitkár és 113 helyettes államtitkár dolgozott az állam irányításán, most arra ennél is többen lettek. Ezt már akkor lehetett sejteni, amikor a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter az új kormányzati struktúráról beszélt a választás után. A miniszterelnök ura rá fog tartozni közvetlen miniszterelnök irányítással a miniszterelnöki kormányiroda, amelyik a kormány döntéseinek az előkészítését, és egyébként utána a kormány döntéseinek a végrehajtását felügyeli. Csak ezt az új egységet 5 új államtitkár és 6 helyettes államtitkár irányítja. A nagyobb kormány többe is kerül. A 13 miniszter 1,3 millió forintot, a 66 államtitkár 997 000, a 117 helyettes államtitkár pedig 748 ezer forintot kereshet bruttóban fejenként. Ez havi legalább 167 millió, évente 2 milliárd, egy ciklusban pedig 8 milliárd forint bérköltség. Kerestük a kormányt és szerettük volna megtudni, hogy pontosan mennyibe kerül ennyi államtitkár és helyettes államtitkár foglalkoztatása. Esetükben ugyanis lehetőség van arra, hogy fizetésük az alapbérüknél akár 30%-kal magasabb legyen. Egyelőre azonban nem kaptunk választ. A kormányzati portálra eddig 13 államtitkár juttatásait töltötték fel, mind a 13 a lehető legmagasabb fizetést, azaz havi 997 000 forintos bruttó alapfizetés helyett 1,3 millió forintot kap.